dolgokat. Ettől a külszínházi szezontól Bárány Frigyes stúdió lett a Színészház alatt működő korábbi művés stúdió. Ennek a pódiumnak a népszerűsítése miatt tartották ezen a helyen a 2023-24-es színházi évad nyitó társulatűrését. Amolyan névadó ünnep is volt az alkalom, melyen Kírják Róbert köszöntötte Bárány Frigyes özvegyét, Baraksó Erzsébetet. Kiegyensúlyozott, pörgős, színházi élményekben gazdag évadot kívánt a társulatnak a kultúráért felelős alpolgármester. Ahogy fogalmazott, színház az egész világ, szóval a művészek nagy tehetséggel hitetik el másokkal, hogy amit a színpadon látnak, az a valóság. A repertoárjuk tényleg nagyon, nagyon széles, az egész komoly daraboktól kezdve a gyerekekig mindenfajta olyan színmű található, ami a társadalomnak, a széles rétegének az igényeit próbálja kielégíteni, úgyhogy reménykedünk abban, hogy semmi nem jön közben. Az önkormányzat az mindig meg is tett azért, hogy a színház stabilan működjön. Ugye most fejeződött be a Vidor Fesztivál, úgyhogy azt hiszem, hogy ennél többet nem is kell mondanom. Remélem, hogy a Covid előtti idők visszatérnek. A nyári adatok elemzésével kezdte beszámolóját a Móricz Zsigmond Színház igazgatója. Költséghatékony megoldásnak tartották, hogy több saját és kevesebb vendégprodukciót szerveztek a szabadtéri színpadra, ahol több mint 7000 néző látta az előadásokat. 20 millió forint fölötti bevételt könyveltek el a gazdasági irodán. Minden tekintetben sikeres volt a 22. Vidor Fesztivál is, mely 60 millió forint fölötti jegybevételt jelent, és 98,7%-os nézettséget. Érzékelhetően nőtt mind a nagyszínpadi, mind a kamarabérletesek aránya is az új évadban. A művészi teljesítmények és a nézői igények mellett alapvető elvárás a gazdasági stabilitás megteremtése, mely természetesen az anyagi egyensúlyt jelenti. A következő évadnak a tervezése is nagyon sok teendőt szabott ránk gazdasági szempontból. Itt, amit érezhetnek a nézők, az leginkább a nagyszínpadnak a bemutatóinak a megbontása, tehát 4 nagyszínpadi bemutató lesz a korábbi években megszokott 5-höz képest, viszont ez kiegészül egy szabadtéri színpados bemutatóval, ahol természetesen nem mindegy, hogy 350 néző helyett 1000 nézőnek tudjuk egyszerre játszani az adott előadást, illetve az összes többi nagy színpad és kamara előadásunkra is jellemző, hogy talán észrevehették, hogy a zenés, nagyzenekaros előadás most hiányozni fog a repertoárunkról. 30 helyszínen közel 20 000 diák lesz részese a Lázár Ervin program előadásainak, és találkozhatnak majd Maszkmókkal, illetve az Arany Metszet című irodalmi összeállítással, melynek rendezője Rák Zoltán. 10 éves törzsgárda tagokat köszöntött az igazgató, és bejelentette, hogy szombaton lesz a nagyszínpadon a nyáron már játszott Delila bemutatója. Jövő pénteken érkezik a Krúdi kamarába az Öreg Hölgy, utána pedig Bogyó és Babóca. A napokban pótolják a színházi olimpia idején elmaradt, idétlen időkig előadást Debrecenben.